Nem adhatok neked bombabiztos receptet a sikerhez, de a kudarc receptjével szolgálhatok. Igyekez mindig mindenkinek a kedvében járni. Üdvözöllek a mai napi sikervitaminból, és ez a gondolat egyébként Timothy Ferris könyvéből, a négy órás munkahétből származik, és ez az idézet egy Herbert Bayard Swoop nevezetű úriembertől származik. És a következő ilyen idézet Oscar Wilde-tól, amit a videó címének is adtam, ami népszerű, az csak rossz lehet. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és teljesen a szívemből beszél, mindig egy kicsit renitens voltam, és nem amiatt, mert én polgárpukasztó akarok lenni, hanem azért, mert az a tapasztalatom, hogy amerre már százan mennek, arra nekem nem érdemes, én érdemes az ellenkező irányba keresni a szerencsémet, lehet, hogy többre jutok, mint ahol már százan tolonganak. Nekem legalábbis ez a felfogásom. De ugyanezt tükrözi vissza Timothy Ferris is, és például, ha megnézzük a mai világot, hogy miről szólnak a dolgok, miről szólnak a hírek, amiket tanítanak, mi az, amiket próbálkoznak az emberek, például ilyen az üzleti területen a Forex, vagy a deviza kereskedés magyarra fordítva. És az a baj ebben, hogy én igazából csak a profitnak tartom helyesnek, és olyan veszélyesnek tartom, mint hogyha két szikla között, vagy két toronyház között egy kötélen szeretnél átmenni biztosítók kötél nélkül. Tehát azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a dohányzásnál a cigaretta ráírják, hogy a dohányzás halálos, ugyanúgy, ahogy egy gyógyszernél el szokták mondani a reklámba, hogy a mellékhatások miatt fordulj a kezelőorvoshoz vagy a patikusodhoz, ugyanúgy el kéne mondani, hogy vigyázz, mert életveszélybe kerülsz, legalábbis pénzügyileg, a Forex-el vagy a tőzsdével kezdesz komolyan foglalkozni, már az azt jelenti, hogy az összes tőzsdéret ráteszed, és ebben bízod, hogy ebben lesz a jövőd. Ez is egy olyan, amit tömegek foglalkoznak ma vele, nagyon sokan oktatják, nagyon sokan hisznek benne, mindig azt mondják, hogy gyakorolj többet, ha még nem elég jó, vagy úgy érzed, hogy vesztesz vele, vagy ha elbuktál vele sok pénzt, akkor azt mondják, hogy nem gyakoroltál eleget. Egy frász, azért van ez így, mert életveszélyes, és mi egyébként nagyon sok stratégiát leteszteltünk annó, amikor ebben 2008-ban komolyabban foglalkoztunk és tanulmányoztuk, és kiderült, hogy nem nyerők a stratégiák. Sőt, azzal találkoztam, voltak itt nálam ügyfelek, aki szállodát akart építeni, tehát csak a telek volt 1,5 millió. El tudod képzelni, mennyi pénze van Magyarországon 20-asával, 30-asával, illetve később már egyben 100-130 lakást épített, tehát nem kis vállalkozóról. És elmondta ő is, hogy nagy pénzt fektetett rá, fölvett programozókat, és egy 3 vagy 4 fős csapattal kezdett el tőzsdézni, majd abban zárta le a dolgot, hogy nincsen nyerő stratégia. Nem a technika volt a lényeg, a stratégia. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyen hype-ok, pontosan mert már túl sokan foglalkoznak, és túl sokan gondolnák jónak, valószínűleg nem jó, ahogy ezt Oscar Wilde is mondta. Vagy ilyen a részvények, ahol ha hosszú távon fektetsz be, ahol egyetértek, azt nem tartom rossz dolognak. Habár lehet, hogy például az Apple-nek a nagy menetelése most leáll és vissza erre fordul, mert nagyon érdekes, hogy az összes eddigi vlogger nagy, tehát milliós nagyságrendű megtekintése és regisztráció rendelkező vlogger eddig mindig dicsérte az új iPhone-okat, most a 10-esről gyakorlatilag elmondják, hogy tökkelütött hülye vagy, ha megveszed. Én is így gondolom egyébként, nem azért, mert technikailag jó vagy rossz, hanem azért, mert nem adnék át az Apple-nek, nem volt elég, hogy ülenyomatot átadtál, én nem tettem meg, hiába tudja a telefonom, hanem még abba is belemész, hogy egy professzionális lézerszkenneléssel egy komplett arcképet adjál rá, egy arclenyomatot. Ebben bele se gondoltak az legtöbben, hogy ez milyen orwelli őrültség. Szóval igazon Timothy Ferrisnek, hogy nem mindig arra menjen, mert a tömeg van, és ne abban higgyél, amit nagyon sokan hisznek, mert az még nem jelenti azt, hogy az helyes, sőt, amiért már túl sokan foglalkoznak vele, sokszor az visszára fordulhat. Én magam nem renitensként akarom ezt neked elmondani, hanem ez a logikus észnek a következménye, mert túl sokan vannak, ott már tolongás van. Aztán olyan ilyen izgalom van például most az ingatlanok körül, nem tudom, hogy te mit látsz, hogy mennyire valódi ez a lufi Budapesten, hogy 1 millió forint felül vannak az árak, de megkérlek egy dologra, hogy írd le a véleményedet, mert ügyfelektől hallok információkat, de nem tudom, hogy mennyire igazak ezek, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy ezek a borzasztóan magas, tehát 2-szeres, 3-szoros ingatlanárak, mint voltak, ezek jogosak-e, tartani tudják, és ezek növekedni tudnak, tehát jó befektetések-e a te megítélésed szerint. De ugyanígy például nagyon népszerű ma az infotermékek, érdekes, hogy a legtöbb ember, aki tanítja, hogy infoterméket hogyan csinál és adjál el, az maga is csak infoterméket ad el, és abból csinálja a pénzt, tehát csak azt tudja megmutatni. A tegnap előtt videót, ha nem láttad, nézd meg az élő adást, erről hosszabban beszélek. A másik ilyen az online marketing, amiről szintén nagyon sokan beszélnek, de azt gondolom, hogy nagyon rossz irányba. Pont erről is kifejtettem a véleményemet, ez olyan, mint a fotózás vagy a videózás.
nagyon sokan a technikai részt, hogy milyen szoftverekkel, milyen upscale és egyéb dolgokkal oldjad meg, amit ha vesz egy fényképező, a legprofi fényképezőgépet, de ha nem találsz hozzá megfelelő témát, és nem tudsz fotózni, és nem tudsz használni, és nincsen mondani valód, akkor semmit sér a legdrágább gép sem, és ez ami ma hiányzik egyébként szerintem a mai marketing, oktatás és a marketing piacon. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy igenis menjél szembe az árral, igenis érdemes más csinálnod, igenis igaz az a mondás, hogy a jónál sokkal jobb a más. Ha videót csinálsz, ha marketinget csinálsz, csinálj mást, mint a többiek. Úgyhogy a mai nap se felejtsd el a rutinodat, olvasd el a három célodat hangosan kimondva, közben leírva, és utána a 10 hálát, amiért hálás vagy. És ha már itt tartunk a hálánál, akkor fantasztikus dologra készülünk. A sikernapot kibővítettük, mondhatni 2.0-ás lesz, nem árulom meg el, kik lesznek a további előadók, de további 2 vagy 3 előadó lesz a tárgyalások szerint, aki nagyon izgalmas és nagyon hiteles saját sztorikat is fog tudni elmondani. És a jövő hétre, szerdára pedig készülj úgy, hogy tudod, akkor live adásra legyél ott, hiszen jövő héten előre vasszak föl fogom venni, mert egész nap ingatlanos feladataim lesznek, de föl fogom venni és össze fogom vágni méghozzá The Founder, az alapító, a Ray Kroc-ról szóló film alapján, egy egész tanítási sor van benne, erről lesz egy kis elemzés, tőlem szokatlan módon egy filmről. Úgyhogy találkozunk legkésőbb szerdán, és két dolgot kérek, az egyik, amit az előbb kértem, hogy írd le, hogy az ingatlan piacról mit gondolsz, lufi-e vagy nem. A másik pedig, kérlek írd le, hogy te szerinted melyik az a legjobb időpont a szerzai live adásra, talán a 16 óra, ami eddig, vagy inkább 17, 18 vagy 19 óra? Mikor a legkényelmesebb, mikor tudsz a legjobban személyesen ott lenni? Amire a legtöbb szavazatot fogom kapni, akár a mostani 16-ra is nyilván jó, ha szavazol, ha ezt tartod jónak. Ha ezt szoktad meg, akkor át fogom tudni tenni majd a live adásokat, amiben szeretném majd idővel ezt a 2 plusz előadót is megszólaltatni. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, ne feledd a rutinodat, találkozunk hétfőn. Minden jót!